Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok, jöjjön egy kis Black Ops 3, van itt meg egy-két dolog, amit kibeszélnék magamból. Ma is maradt is még néhány felvételem a Béter, úgyhogy valószínűleg fogtok még látni esetleg egy-két TNA-nek ilyen live uh, dolgokat is. De most beszélgessünk arról, amit, amiről így javítani kellene a játékban, mert ugye kijött ez a kis bétes, és játszottunk vele, és azt vettük észre, hogy jó, hát ez a játék, ez egészen jó, és lehet élvezni is, viszont hát vannak vele azért egy-két problémák, tehát én is úgy készültem, hogy na most jól lehúzom azt a kolovgyütőt, hogy most ug, már megint mekkora szart csináltak ebből a kodból, és hogy hogyan hagyatlik a kod, és nem és nem igazán tudtam belekötni, egy szép, folyamatos, játék mellette volt, és ami a legfontosabb szórakoztató volt. És ugye behozták ezeket a specialista képességeket, és ezek is úgy, úgy egész jó beleilleszkednek ebbe a játékba. Habár azért van egy-kettő, amin azt mondom, hogy javítani kéne, és egy-két képességperk, amin még javítani kellene így a játékon belül, ahhoz, hogy ez a játék talán jó legyen, de ez egy természetesen, ez egy igazából egy személyes vélemény, meg összegyűjtött ilyen adatok alapján ö, vélemény, amiről én is úgy gondolom, mondjuk más nagyobb videósok is úgy gondolták, hogy javítani ö, kellene. Úgyhogy beszélgessünk egy kicsit arról, addig meg szépen leírhatjátok ti is, hogy ö, mit gondoltok, mi volt, ö, mi az, ami javítani kellene. Mert ugye kijött ez a béta, és és mindenki játszott, és mindenki boldog volt a koddal, és rengeteg visszajelzés érkezik ugye a készítők felé, természetesen YouTube-on keresztül, mindenhonnan, hogy ezzel van a baj, azzal van, azzal, azzal van a baj, és a készítők most az egyszer tényleg odafigyelnek, és kiavítják ezeket a hibákat, akkor ez az elmúlt évek legjobb Call of duty -a lesz. Hát, visszamenélek egészen Black Ops 2-ig, mert sokan jókodnak tartják a Black Ops 2-dén, azt mondom, hogy visszamenélek mv 2 ig ez a legjobb kód lesz, ami, ami kijön, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg móka volt vele játszani, de úgy sorban véve egy kicsit a dolgokat, amiket javítani kell, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy javítani, jó lenne, hogyha javítanának róla, azok egy kettő darab speciális képességgel, így ami nekem így böki a csőrömet, és egy kicsit um, mocerának éreztem. Az egyik ugye a Seraph, akinek volt a kis magnumszerű fegyverre, az Annihilator, um, Na, az egy op cucc volt. Természetesen nem amiatt volt OP, mert hogy egy lövéssel ölte meg az embereket, mert skill kell hozzá a használatához. És, és emiatt így beilleszkedik valahogy a többi a speciális képességek közé, amivel lőni kell. Egy probléma volt vele, és az pedig a képessége, hogy bármelyik késztriket azonnal le tudja szedni, gyakorlatilag egy lövésből. Na most, ez ugye van egy játékos, vagy ott vagy te, jó játszó végre össze, 15 killstreak végre lehozod a Mothership-et, és jön egy ilyen szeráfi, illá What the fuck? Szóval ez a kibaszás a jó teljesítő játékosokkal szembe, és nem csak ez a kibaszás a jó teljesítő játékokkal szemben, hanem az, hogy ugye át lehet fordítani a, ellenséges készrikeket a saját oldaladra. Tehát például vagy neked van egy készriked, jön valaki, meg kell is szevasz, már nincs készriked, ja, am amúgy mellesleg ellened van fordítva ez a készrik. Szóval ez megint csak egy pofánköpés a jó játékosokkal szemben. Egy olyan játéknak, ahol a sikerélmény, ami arról szólt, hát egy kod egy olyan játék, ami arról szól, hogy a sikerélmény felépítése és az önbizalom felépítése, és hogyha ugye tudjuk, hogy a kodban valami nem megy jól, vagy, vagy nagy nehezen összeosztál valamit, és azt azonnal lerombolják, akkor a sikerélmény és az önbizalom faktor azonnal süllyed, és már, sem, már, is nem játszol olyan jól, mint kellene. Szóval a kodnak az egyik lényeg, a alap elve, alap pillére az a sikerélmény és az önbizalom növelés, és, és gyakorlatilag ezzel így kiveszik a játékosok kezéből ezt. Jó lehet azt mondjátok, hogy a kezdő játékosoknak ez kell, meg erre szükség van nekik, hogy, hogy lássák, hogy jó, mit tudom én, milyen ópia játékos, de a kezdő játékosokból is egyszer jó játékos lesz, és egyszer el fogják érni ezeket a, a magas kilsztrikeket, és akkor lesz egy másik kezdőjáték, aki ezt kiveszi a kezéből, és akkor érteni fogja, hogy na, értem már, hogy mitől rossz ez a rendszer. Szóval az Annihilator és ezt a hekkelő cuccot, a hekkelő cucc egyenesen kivenném a játékból, és egy kicsit több erőt adnék mondjuk a rakétákba, vagy a különböző más perkekbe viszont az annihilator nem venném ki a játékból, csak azt mondanám, hogy legyen már egy 10-15 golyó, ami kiszedi a játékos, vagy nem tudom, egy teljes kör leforgása alatt tudjon kiszedni egy killstreaket, mert akkor meg gondolkodik rajta a játékos, hogy érdemes -e elhasználni, vagy nem érdemes -e elhasználni, tehát hogyha bekapcsolod a képességet, akkor mit tudom én, lejön egy teljes kör leforgása, és mit tudom én, még egy tár tárfegyver, vagy valami ilyesmi, függően, hogy me mekkora a killstreak de, de ez, egy, ez, ez talán egy jó balansz lenne arra, hogy ne legyen ennyire OP, és ne legyen ilyen könnyedén elvehető más játékosnak a sikerélménye ebben a játékban. Ö, persze benne van az is valószínűleg, hogy le akarják ezt az egészet szűkíteni egy ilyen ö, fegyverharcra az egészet, és ezzel, ezzel azzá tennék, de, de a kod nem ettől jó, hogy csak fegyverharc van, a kisztrikek fontos szerepet játszanak talán a kodban. A másik uh, speciális képesség, ami, ami, azért böki a csőrét az embernek, az a nomádnak a reject képessége. Ugye ez olyan van, hogy ha lelőnek, akkor arról a pontról újra tudod magad éleszteni. Na most ez sok játékos panaszkodott rá, és az igazság az, hogy uh, nem panaszkodtam erre a képességre addig, ameddig saját magam el nem kezdtem használni. Ez azért, mert amikor először láttam ezt a képességet, véletlenül elkezdtem lőni a ködöt. Még mielőtt újra élet volna az illető, és rájöttem, hogy belehal. Na most, ha lövöd a ködöt, és mielőtt testet, éppen mielőtt testet öltene a, az illető, akit megöltél már egyszer, akkor még egyszer le tudod ölteni. Szóval van egy adott pillanat, hogy mielőtt még testet ölt, le tudod lőni. Na most, amint felfedeztem ezt a képességet, azonnal rájöttem, hogy viszonylagosan könnyű kivédeni. A problémák ott adottak, amikor ketten-hárman is jöttek és mondjuk ebből az egyiknek reject volt. Szóval ha lelövöm először is a reject eset, és utána foglalkoznom kell a másik két ellenfélel, addig a reject -re, és újra föléled, és le fog lőni. Tehát itt érz a problémát. A másik durva dolog ott, amikor én magam kezdtem el használni személyesen, és akkor jöttem rá, hogy ez nagyon durván OP. Főleg, hogyha az emberek van egy kis logikája, és egy kis tapasztalata az egészen, hogy hogyan használja, nagyon op -vá vált, és azt kell mondjam, hogy 10-ből 8-szor saját előnyömre tudtam fordítani a helyzetet. Egy, egy a Domination helyzeten ez, ez a perk, ez valami fantasztikusan jött amúgy, vagyis ez a képesség, ez valami fantasztikusan jött. Főleg egyes pályákon nagyon durván kényelmes volt, és és hogyha egy kicsit összekombinálod egy ugrással, egy gyorsan, mit tudom én, elfutással, ilyesmivel, Uh, föléleszted magad a halálba, és azonnal uh, tudsz akcióba lendülni, és igen, és itt volt az egyik legfontosabb lényege, hogyha lelőttek, fölélesztetted magad, és nem szakadt meg a játék folyamatossága. nem érzed úgy, hogy megszakadt az akció, mint amikor várnod kell arra, hogy beszpónolj. És a kod nagyon lényeges az, hogyha felveszel egy tempót, tartsd meg a tempót, és akkor egy hirtelen készrikbusztot tudsz adni meg magadnak, mert, mert nem szakítasz meg semmit egy folyamattal, és kodban egy halál, ugye megszakítja a folyamatot, megszakítja a sikerélményt, és ezáltal újra el kell kezdeni fölépíteni ezt a, ezt a um, rást, ezt az adrenalin szintet, ami van és a halál ez a megszakítő. Na, most a ridge kel ezt nem éreztem. Tehát lelőttek, megnyomtam egy gombot, és puff, már újra voltam az akció közepében, és, és emiatt nagyon OP és veszélyes. És azt kell mondjam, még mindig beleillik a játékba, szóval nem az van, hogy ki kéne venni, hanem talán módosítani kéne rajta annyit, hogy ne, töltödjön töltődjön már olyan gyakran játék közben, mert, nagyon sokszor újra töltődött, nagyon gyorsan újra töltődött a képesség, és nagyon sokszor el lehetett használni, és ez, ez nagyon meglepő volt, és azt kell mondjam, hogy nem tűnt dopénak, addig, amíg magam el nem kezdtem használni, és akkor rájöttem, hogy ez, ez a képesség tényleg OP. Nem vegyék ki, csak mondjuk, mert hát, mit tudom én, kétszer is használni játék egy, egy kör alatt, tehát körülbelül úgy töltődjön. Vagy, vagy nem tudom, mert például, ha egy olyan játékos van, aki én, én, nagyon fókuszált vagyok, ahogy a célt játszok, tehát tdm már nem játszom értelemszerűen, ott a ridge valószínűleg nem annyira OP mondjuk, mint egy domination -on, mert domination -on foglalsz, ölsz, ölsz, foglalsz, és már is azon kapod magad, hogy hoppá, meg is van a Speciális képességhez, és a Rizsák amúgy is gyorsan töltődik, úgyhogy azt kell, mondjam, hogy eléggé OP tud lenni. Nem beszélve, nem tudom, hogy SD-ben sajnos nem próbáltam, hogy hányszor töltődik fel, de ha egyszer is csak feltöltődik SD-ben, az például egy eléggé OP dolog lehet. Azt kell, hogy mondjam. Nos, uh, ennyi lett volna a képességeket, uh, illetően és a uh, dolgokat, illetően. A másik, amin lényeges, és, és el lehet tekinteni akár a, a képességektől is, amiket itt felsoroltam, csak hogy ez ki legyen javítva, és, és működjön, az pedig a, a, az optimalizáltság és az egérlag. Ami, ami volt ugye az input lag, amit tapasztalt rengeteg játékos szerte a világban. És ez, ezen múlhat az egész. Most, hogy kipróbáltuk a bétát, és mindenkinek tetszett a béta, felhívták hogy a készítőknek a figyelmét arra, hogy ez egy uh, nagy probléma, és a készítők ígértek egy normális PC-s változatot, akkor... Ezt, ezt, szinte kötelező lesz nekik kiavítani, mert ha nem, akkor elbukik a játék úgy, ahogy van. Tehát mind meg fogják venni egy játékosok, és a nagyobb YouTube videósok olyan befolyásra fognak rendelkezni a gamerekre, hogy ha egy, kis szóval lehúzzák a játékot, vége lesz. Tehát én is úgy leszek, hogy így kivárom, hogy mi lesz, kiavították-e egy hónap múlva, és még mindig élvezik-e a játékosok a játékot, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz nálam a Call of Duty sorsa, mert, mert te, te tényleg így visszamenőleg azt mondom, hogy ebből 2 óta nem jött ennyire jó kód, és, és már mint olyan kód, amit ennyire én élveztem speckó, szóval. Ja, persze van, aki a Black Ops 2-t is jókodnak tartja, de én nálam ugye ebből 2 óta nem igazán jelentek meg olyan kodok, amire azt mondom, hogy na, ez tényleg érdemes volt, és egy igazán jó móka volt játszani. Na, szóval ezt a mouse inputot, ezt nagyon ki kell javítani. Ugye egyedül úgy lehetett kivédeni, hogy ha uh, megfogtad az FPS-edet egy bizonyos számra, és akkor egy uh, egyensúlyba jött az egér, uh, és a grafikamera kettőnek köze van egymáshoz, Call cool of mert, mert ki az az idióta, aki ilyet csinál, de ez már amúgy Black Ops 1-nél is érzékelhető volt, tehát már elég régóta fennáll a kódnál, csak valahogy jobban uh, kiegyensúlyozták, vagy jobban bírta a videokártya, nem tudom. Uh, és, ez azt hiszem, hogy kulcsfontosságú dolog lenne, hogyha kijavítanál. Konzolosoknál annyira nem tudom, hogy milyen uh, hibák vannak, de azért hallottam, hogy ott is az egy-két dolog elég macera. Uh, mint például a sniperezés. Ja igen, erről is akartam volna beszélni. Ugye a sniperezés macera úgy hallottam konzolon, főleg azért, mert nincs aim assist. A másik pedig, hogyha PC-n a szniperezésre kerül a sor, nem tudom el. Uh, ki akartam ugye én is próbálni, csinálni nektek egy videót róla, de Bakker, hát ez, ez egyszer katasztrofális volt. Tehát a sniper animációja annyira szörnyűre volt megcsinálva, hogy szemhez emeli ezt a fegyvert, és ugye gyakorlatilag, és még, ez még hagyja, mert azt még úgy, úgy, el lehet viselni, de Uh, amikor szemhez emeled, ugye bejön az a gyorsítás, mert most már, hogyha az zoomoltál a régi kodokban, akkor belassult egy kicsit az egér, uh, hogyha nem zoomoltál, akkor gyorsabban tudtad forgatni az egeret. Na most ez már nincsen meg, tehát a szemhez emeled ugyanolyan gyors az egeret, miközben célzol, miközben, mint hogyha nem zoomolnál. Na most... Ez azért eléggé megnehezíti a dolgokat annál a sniperscope-nál, legalábbis számomra megnehezítette ezeket a dolgokat a sniperscope mert Uh, hirtelen érzékenységváltás volt, mert ugye a zoommal rá ezt az ellenférre, ott már finomabb mozgásokat kell csinálni, és nem volt meg ez a finom mozgás, és az igen bizony eléggé uh, macera tudott lenni. Azt kell mondjam, hogy hát ez van, meg kell tanulni, újra talán, de nem lenne rossz, hogyha visszépítenék a régi rendszer, mert az ugye eddig bevált tizenéven éven keresztül nem kell rajta módosítani. A másik dolog, amire sokan panaszkodtak, és, és röhögtem magamban, de kérlek, ez ez, ez egy olyan dolog, ami ne, nem kéne javítani. Az jó lenne, hogyha nem javítanák ki, és ez ugye a finchling, ahogy ezt angolul uh, szokták nevezni, a, a dolog az, amikor meglőnek, és a fegyvered elugrik a célról, úgyhogy kapsz egy hitet, és akkor egy célról így elránt a fegyvered, és erre nagyon-nagyon sokan panaszkodtak, ugye, mert egy ideje bejött a kódban egy olyan perk, hogy Toughness, és a Toughness az azt csinálta, hogy ha meglőnek, akkor a célról a fegyvered nem fog olyan szinten elugrani, és a játékosok hihetetlenül hozzászoktak ehhez a kényelemhez. A, a vicc az, hogy én sosem használtam ezt a perket, esetleg egyszer-kétszer, de nem érzékeltem azt, hogy miért lenne számomra ez hasznos, úgyhogy sokszor ezt kiszedtem ezt a perket gyakorlatilag. És, és most ugye hallom, a, például Drift a Driftonak a videójában is így hallom, hogy, hogy ennyire panaszkodnak rá a játékos, hogy milyen rossz ez a finishing uh, cucc, mert hogy meglőnek, és olyan szinten lerált a célról a fegyveret, hogy nem, nem, nem tudsz visszareagálni, és ez lebutítja a játékot egy olyan szintre, hogy ki a gyorsabb de Istenemre mondom, hát a akkor az arról szól, hogy ki a gyorsabb. Sajnos, természetesen közbeszól a ping, közbeszól a grafika, az, vagyis az FPS mennyiség és a jobb gép. Ez, ez mind közbeszól, sajnálatos módon, de akkor is a kód mindig is arról szólt, hogy ki a gyorsabb és ki tud jobban pörölni, Akinek kevesebb FPS-e volt, az többet gondolkodott és többet taktikázott, főleg a régi kodokban, mert ott lehetett igazából. Akinek meg több FPS-e volt, az pedig a reflexére hagyatkozott. A kód mindig is erről szólt, és régen nem volt toughness perk, szóval, ha régen, ha megtaláltak, akkor a fegyvered az, ez ler, lerántodott a célról, és, és akkor arról szólt, hogy na te vagy a gyorsabb, akkor te vagy a gyorsabb, és hogyha a másik visszalő, akkor van esélyed megúszni, mert előttél előbb, és az ő fegyvere az, 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 az lement a célról. És, és azt hiszem ez egy olyan dolog, aminek én nagyon örülök, hogy visszajött, mert igazán megmutatja a játékosok közti különbséget, azt kell hogy mondjam, és manapság már azért nagyjából mindenkinek van egy olyan gép, ami úgy el tudja futtatni a Call of duty t nem egy nagy kihívás, hogy krumplin is elfutnak a Call of duty azért, és akinek pedig nincsen sok FPS a játékban, az így is megtalálja a módját, hogy jól játszanak. Annó, hogy Kon 4 emlékszem, volt egy klántársam, akinek 30 FPS-e volt, nekem volt 125, de mégis sokszor jobban játszott, mint én, és akkor, amikor elkezdett taktikázni, és egy kicsit gondolkodni a pályán, mindig jobban jött ki, mint én, mert én egyenesen nyers erővel mentem neki, azt ráhagyatkoztam az fps re és a reflexemre. És, és azért a kodban lehet taktikázni. Szóval egy kicsit örülök, remélem nem is fogják visszarakni ezt a toughness nem is gondolkodjanak rajta, mert, mert ez egy jó dolog, hogy Kivették legalábbis, mert így a játékosok megtanulnak normálisabban célozni, vagy jobban visszafogni az egeret, vagy meggondolni kétszer, mielőtt rohannak a falnak. Na, no, ez, ez lenne a lényege. Ennyi lett volna ez az adás, írjátok le kérlek, ti mit javítanátok, hogy mit látnátok szívesen ebbe a Call of és mit gondoltok ezekről, a speckó képességekről, a rejectről, hogy milyen ez az OP, ez az újraélesztés, vagy az annihilator hogy OP fegyvere, vagy a hackkelő szucról, ami elveszi a készített Kíváncsi a véleményetekre, addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok! Hostile Hellstorm overhead. Losing C. Be advised, Hostile Hellstorm inbound. We lost C. <clears throat> Losing A. Securing C. Through my neck! Charlie locked down. Where are my Enemy has A. Hostile UAV above. Hostile UAV spotted. Securing A. Losing Charlie. Securing Alpha. We're being dominated. Go on the offensive. Alpha locked down. Securing C. Establish perimeter at 10,000 feet AGL. Be advised. Hostile UAV incoming. <laughs> UAV MTL 50% check. Securing. Losing A. Friendly UAV inbound. Hostile UAV spotted. We're being dominated. Take those positions. Hostile hellstorm overhead. Alpha secure.